A kézhigiénés világnap célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a kézfertőtlenítés fontossága ma épp úgy érvényes, mint Semmelweis Ignác idejében. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések világszerte több 100 millió embert érintenek. Ezek túlnyomó többsége szennyezett kéz közvetítésével terjednek. A megelőzés szempontjából kiemelten fontos a helyes és megfelelő gyakorisággal végzett fertőtlenítés. A kézmosás akkor távolítja el leghatékonyabban a szennyeződéseket, ha legalább fél percig meleg vízben mosunk kezet, alaposan átdörzsölve az ujjakat és ujjközöket is. Néhány óra leforgása alatt akár 1000 baktérium is megtelepedhet a tenyerünkön és ujjainkon. Egyes baktériumok akár 20 percig, mások akár órákig vagy hetekig képesek életben maradni és fertőzni. Ezek számos betegséget terjeszthetnek. Nagyon jól tudjuk, hogy mindaz, ami esetleg hasmenést például okoz, az kéz útján is terjedhet. Ilyen lehet akár a hepatitis A, de ne arról beszéljünk, hanem akár csak az Escherichia coli okozta hasmenés, vagy akár a Campylobacter okozta hasmenés, ami nagyon gyakran az utazók hasmenése is lehet mind a két kórokozó. Illetőleg természetesen vannak olyan kontaktúton terjedő kórokozók is, amik elvileg nem is annyira kontaktúton terjednek. Tehát például az influenzáról is tudjuk, hogy ez légúti, mégis ha a tenyerünkbe tüsszöntettünk, és a váladék ott maradt, akkor akár ilyen kórokozó is mehet kontaktutakon is. Tehát a kéz tisztítása, illetőleg az, hogy váladék ne legyen a kezünkön, ez rendkívül fontos. A kézmosásnak különös jelentősége van az egészségügyi ellátóhelyeken, szociális intézményekben. Ezért az Országos Epidemiológiai Központ a közelmúltban több alkalommal tartott gyakorlattal egybekötött továbbképzést a kézfertőtlenítésről a szociális ellátást nyújtó intézményekben dolgozóknak. Fontos, hogy ne csak ők ismerjék a kéz tisztán tartásának szabályait, hanem a betegek és a hozzátartozók is. Nem csak a kórházakban terjedhetnek kéz útján a fertőzések. Mindenki megfogja például a kilincset, vagy ugyanúgy megfogja a telefonját, a mobiltelefonját. És azokra a dolgokra nem gondolunk, pedig ezek a leglátványosabbak. Ami tényleg, hogyha kéz útjában automatikusan elénk kerülnek, azt meg szoktuk érinteni. Tehát ha megyünk és kéz magasságban bármit érinthetünk, ezek tudnak a legkritikusabb tárgyak lenni. Igazán nem annyira a padló. Az a leglátványosabb, hogy azt mossuk fel, de nem igazán onnan terjednek a kórokozók, mert négy kézláb járni nem szoktunk. A legfontosabb, hogy a kézmagasságban lévő tárgyakat, amelyeket rendszeresen megfogunk, minél gyakrabban tisztítsuk. A szakember tanácsa az, hogy kellő gyakorisága, megfelelő alapossága, elsősorban a saját kezeinket tartsuk tisztán.